szinte valamennyi volt szocialista országban létezik egy-egy vidéken lévő fővárossal ellentétben vidéken lévő város, ahol a művészeti mozgalmakat a rendszer jó indulattal, vagy szemlehunyással, vagy netán támogatással engedte volna fejlődni. Egy olyan időszakban, amikor a Nemzeti Galériában a Munkácsy féle realizmus és az akadémikus realizmus volt az uralkodó elv. Ez az akadémikus realizmus még 76-ban is meghatározó vonulata volt a magyar kép művészettörténeti írásnak. Tájkísérletek, amelyek nagyrészt ugye arról szóltak, hogy 70-es évek legelején, mondjuk 1970-ben azokkal a problémákkal, műhely problémákkal, kérdésekkel, amelyek korábban műteremben, vagy kifejezetten lantos tanítványként, vagy iskolában geometriával foglalkoztak, azokat részint kivitték a természetbe, a tájba, a természeti tájba, majd a városi tájba, és azzal foglalkoztak, hogy különböző akciók azok hogyan jelennek meg, különböző jelek miként jelennek meg a természeti környezetben. Először ugye a gondolatot dokumentálták kézírással, majd gépírásba tették át, fotókat és vázatokat mellékeltek hozzá, kimentek a természetbe, megcsinálták, dokumentálták filmmel is, fotóval is, majd ezekből összeállítottak egy anyagot, és az így létrejött akciók során ezeket az anyagokat mappákba rendezték. Nyitott geometria címet adtuk az egészen eltérő technikájú vagy művészeti médiummal készült műveknek, mégis közös bennük az alkotó kiinduló pontja, amelynek nyilvánvalóan Pécsett, a helyi hagyományok, illetve az előképzettség, lantos iskola, opárt, Vazareli és mások hatása jól megfigyelhető, de az az analitikus gondolkodás is, hogy a látványt, vagy amit a mesterségesen az artefaktumként létrehoznak, azt igyekeztek abstrakcióval leegyszerűsíteni, geometrikus alapmotívumokra visszavezetni, körre, négyzetre, másokra, és az így létrejövő, de felépülő autonóm vagy összetett formák jelennek meg az egyes alkotók munkáiban. Nagyon tanulságos, hogy a fotó szüzséjét kezdik el kihasználni gyakorlatilag, nem csak a kollázsok kapcsán, hanem ugye ez a tudatos beavatkozás, hogy úgy hozza létre ezeket a műveket, hogy már tudja, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy egyfajta ilyen fotoplasztikákat hoz létre ezekből az akciókból. És ugye ez is egy hangsúlyos szerep, hogy milyen átiratok készülnek egy-egy fotóból. Ugye a szita, mint egy ilyen technológia jelenik meg, vagy technika jelenik meg náluk, és kap egy még egy másik fajta minőséget ez a fajta ilyen átírás. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez nyilván néhányuk számára tapasztalatból is megélt korszak. Itt is találkozunk ugye a korszak politikai és más szimbólumaival, és ezt manapság mindenütt a háromta időszakának szokták nevezni vagy tekinteni. Noha tudjuk, hogy ez sokkal összetettebb időszak volt, mint a személyi összetételét illetően, mind a korszakot meghatározó Acél Györgyi kultúrpolitika mélységeit illetően, semmint hogy egyszerűen azt mondhatnánk, hogy minden ebből a hármasságba tagozódhatott volna bele, mégis erre a hármasságra építenek tudatosan az alkotók, több ilyen munkájukban, hogy az itt látható Halász Károly munkákban és másokban is, de szóval csak idézőjelben, vagy hogy mondjam, a zárójelben szeretném annyit megjegyezni, hogy az identitás politikák társadalmi kontextusa vagy társadalmi összetétele ennél sokkal szélesebb spektrumban mozgott.